Sepsi Szentgyörgyön ülésezett a magyarság ügyeivel foglalkozó parlamenti albizottság. Tagjai találkoztak a Kovászna, Hargita és Maros megyei önkormányzat képviselőivel, akik a kettős mércére, a kétértelmű jogalkotási gyakorlatra és a prefektúrákkal folytatott az önkormányzati munkát megbénító, parttalan vitákra hívták fel a figyelmet. Vörzsa Mihajlica, a szociáldemokrata képviselő, az albizottság elnöke megerősítette, itt létük célja a párbeszéd, hogy elemezzék azokat a problémákat, amelyeket a romániai magyarság képviselői jeleznek. A testület tagjai a civil szervezetek képviselőinek felvetéseit is meghallgatták. A romániai magyarság ügyeivel foglalkozó albizottság a román parlament emberjogi, nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottságán belül működik. A testület két napos kihelyezett ülést tartott három széken.